zenei médium, aura zenész, spirituális tanító, és még hosszan sorolhatnám, ő Enrico, azaz Marosfalvi Imre, a mai Kultúrmorzsák vendége. Tanult és tanított zenét, volt koncertező, művész, karmester, a rádió zenekar szólistája, de biztos, hogy ebből a felsorolásból is kihagytam valamit. Köszöntelek, kedves Enrico, a stúdióban. Én arra emlékeztem, hogy a Kultúrmorzsák első adásában te voltál az, aki Van Gogh aura zenéjét bemutattad a közönségnek, és a Kultúrmorzsákét is. Erre majd még sor kerül, de kiigazítottál most a beszélgetés előtt, hogy nem. A mi ismerettségünk nem két évről datálódik, hanem sokkal korábbról. Nagyon jó a memóriád, mert én bizony nem emlékszem. Segítenél? Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket, és hát külön köszönöm neked, hogy ismét találkozhattunk. Amikor legelső alkalommal a Civil Kurázsi régi TV2-s műsorban találkoztam, még 1996-ban, ott részevője voltam egy olyan programnak, amit Gál Ariel szervezett. Ez az, Budapesten. A Belgiumból ide származott zongor, azóta már van három gyereke, és a Gál Gregor szobrászművész feleségeként dolgozik. Most már a kisgyermeke is, már növekszik, és az is zenél, és improvizál hárfán például. Bizony, róluk is készült egy Kultúrmorzsák körülbelül fél évvel ezelőtt, tehát hogy itt most már összehoztuk a találkozásaink kronológiai sorrendjét. Azért megkérdezem, hogy az én iménti felsorolásommal mennyiben értesz egyet, mert te nagyon tiltakoztál az ellen, hogy hagyjuk most már ezt az aura zenét, bár engem nagyon-nagyon izgat, és szerintem másokat is. Azért valamit mondjál erről. Igazából mi az aura zene? Egy képességről szól, hogy én hallom az emberek auráját, ha arra szeretnék figyelni, vagy az a feladatom. Tudnék, bármi, ami megszólal bennem, az azáltal szólal meg, hogy figyelek rá. Tehát ez lehet egy tárgy, lehet egy személy, annak különböző kisugárzása, lehet egy fogalom, gyakorlatilag bármi, amire figyelni lehet. És ez zenébe kódolva érkezik. Most is, hogy beszélgetünk, hallok zenét. Természetesen, csak most nincs kihangosítva. Ezért de most jó lenne egy olyan készülék, Istenem, ami, igen, ami most hallatná, hogy Enrico mire gondol a beszélgetés elején? Hát például, hogy hegedűmet ide venném, akkor ezt beszélgetés közben is tudnám csinálni. Tehát ez egy létező dolog, csak legfeljebb lehet, hogy zavarja azt, akivel beszélgetek. Engem nem engem zavar. Biztos nem zavarna, de ez technikailag most kicsit bonyolult, mert zenész majd nekünk, de majd a beszélgetés végén, és akkor átrendezzük egy picit a stúdiót. Azt mondtad az imént, hogy benned mindig szól a muzsika, a zene, tehát mindig szól a zene, és találtam én a te naplódban egy erre vonatkozó bejegyzést, mégpedig hát egy önvallomást. Bennem tényleg állandóan szól a zene, írod, bármely pillanatban kezdek el hegedülni, belekapcsolódni a mások által is hallható zenélési folyamatba. A zene mindig más, mert semmi sem ismétlődik pontosan ugyanúgy, semmi sincs kétszer egyformán. A megszólaltatott zenei anyag azonban már készformába öntve kerül a hallgatóság elé. Készformában, és most már ez a készforma is nagyon-nagyon terebélyes, hiszen hány CD-d jelent meg eddig? Hát idén az 51. CD jelent meg 10 év alatt. Úgyhogy ez egy ez olyan azért nem kis teljesítmény. Mondhatnám azt, hogy csak föl lett véve, ami történt folyamatosan, viszont ez azt jelenti, hogy körülbelül havonta jelent meg egy CD. Volt egy olyan időszakom, akkor vidéken éltem, Veszprém megyébe, akkor rendszeresen éjszakákban menően az akkor jövő információkat játszottam föl. Egyszer tettem meg azt, hogy elhanyagoltam, egy nyári szünetben, ugye akkor még tanár voltam, hegedű tanár, és akkor hát nyári szünet van, nem csináltam. És 5 CD jött össze, a fejembe szóltak, egyszerre képzeljünk el 5 CD lejátszót, ami egyszerre szól a folyamatosan, annak a teljes komplex anyaga. Hát soha többet ilyet nem csináltam, mert mire szétválogattam azokat a hangokat, azokat a hangszereket, mert ugye minden hangszeren én játszom a CD-imen is, tehát ebben nincsen más meghívott előadó, nem is tudnál hallani azt, amit én hallok, tehát kénytelen vagyok magam játszani minden hangszert, plusz a szólót, természetesen a végén, azt mindig a végén veszem föl a szólót. Általában egyébként ezek az úgynevezett alapkörítő zenék, ezek a körülményeket adják. Tehát annak a, mondhatnám egy színházi hasonlattal élve, hogy mindenki jól értse, hogy azok a kulisszái,
a történelmi kor, az időszak, mert történelmi zenék is vannak, pontosabban történelmi információk. Tehát ne úgy gondoljuk, hogy valamilyen maskarás állapotról van szó, hanem a zenébe kódoltan ott vannak a háttérinformációk. És amikor a hegedűt belekapcsolom, az már a konkrét mostani világhoz szóló személyre szabott információ. Ez azért érdekes, mert mindenkinek más mond, mint hogy a festmények is. Állunk egy kiállításon, egymás mellett két ember áll, nézi ugyanazt a festményt, teljesen mást él meg, mást gondol. Hát nyilván. A zenével is így van. Igen, mert mindenkinek egyrészt más az egyénisége, a habitusa, az ízlése, mások a gyökerei, más a társadalmi háttere, a műveltségi szintje, és ne soroljuk, valóban nincs két egyforma ember, és ezt most csak nagyon zárójelbe teszem, hogy milyen jó lenne, hogyha a gyógyítók is így, úgy értem, hogy a hivatásos orvosok, a társas gyógyítók is, bizony ezt figyelembe vennék, hogy nincs két egyforma ember. Szerintem két egyforma alma sincs a világon. Nincs. Minden dolog, minden élőlény is egyedi, mint ahogyan egy fosszília, egy több ezer éves lenyomata az élővilágnak is egyedi. Nincs két. Gyönyörű versek is születtek erről. Hogyan hangzik ennek a Van Gogh önarcképnek az aura zenéje? Mindent kérdezek majd tőled, de úgy torulnak így, mint a Monteverest, így egymás tetejére a kérdések bennem, mert annyi mindennel foglalkozol. Egyet amire... szeretnék helyesbíteni. A rádiózenekarban én nem voltam soha. A rádió, Magyar Rádiónak voltam a szólistája, ami azt jelenti, hogy nem a zenekarban játszottam, értem. Bár voltam néha úgy, hogy voltak ilyen kisegítői feladatok, de a rádiónak, a Magyar Rádiónak a szólistájaként dolgoztam, ami azt jelenti, hogy konkrétan egy zongora kísérővel készültem, tehát nem a zenekar számára készültek ezek a dolgok. Köszönöm. Bocsánat, a kiegészítést. Nem, ez nagyon-nagyon fontos, mert helyre kell tenni a dolgokat. Mikor kezdődött tulajdonképpen az az állapot, amióta a zene benned állandóan szól? Ez egy nagyon jó kérdés, sokszor felteszik, és hát pontos dátumot az ember nem tud mondani egy olyan folyamatról, ami egyszer csak megszületik. Ez egy folyamat. Tehát én, amire visszaemlékszem, az 3 éves korom. Nyilván édes szüleid, édesanyád elmeséléséből? Így van. Elmesélte, hogy én 3 éves koromban leültem a kis székemhez, az asztalkához, és csapdostam a tetejét, hogy én zenélni, hegedülni akarok. Ez azért érdekes, mert utoljára akkor voltam erőszakos. Tehát nem voltál egy ilyen asztalcsapkodó, erőszakos gyerek? Nem, de ez valahogy feltűnt, és egy évig csapkodtam az asztalt, mire eljutottunk oda, hogy 4 évesen elvitt a szolfézs előképző kis maszek tanárnénihez, aki akkor is nagyon idős volt, és azt mondta, hogy kérem szépen, 4 éves gyereket nem veszünk fel, 5 éves kortól tessék jönni. Erre én fogtam magam, anyinkám elmondása szerint, és elkezdtem énekelni és táncolni. A kis kece lányomat még mai napig is emlékszem ezekre a mozdulatokra, a formulákra, hogy hogyan. Nézett engem a Józsa néni, és föl van véve. És hogy egy évvel, még miért elkezdtem a hegedülni, mert az 5 éves koromban kezdtem, 4 évesen szolfézsra jártam, és a mai napig is igen komoly belső hallással rendelkezem. Gyakorlatilag ez mentett meg minden nehézségtől annak idején, az a belső hallás. Akkor katona voltam például, egy ilyen epizód, hogy amikor ott kellett állni egy századnak a tűző napon a roham sisakba, ami ugye pillanatokat átmelegszik, és megfő az ember 40 fokos agya, melegben minimum. Július közepén, akkor gyakorlatilag sorra dőltek el az emberek, én meg Beethoven szimfóniáit hallgattam magamban. Úgyhogy végére se értem, vége volt a dolog, én állva maradtam. Nem sokan maradtunk állva akkor. Ez nagyon érdekes, a minap
Czajzel Endrét hallgattam egy rádió műsorban, és csak úgy szólt a zene a háttérben, illetve a beszélgetés a vállalatod, én is zenét mondok, mert én zenét szoktam általában hallgatni, hogyha dolgozom, mégpedig hasonlatos zenét, mint a tiéd, mert nem vonhatja el a figyelmem ugye arról a cikkről, vagy arról a szövegről, amit én írok. És tehát a rádióriportot hallgatván Czajzel professzor azt mondta, hogy ugye ő a zsenik genetikáját kutatja, és a zenészekről íródott a legutóbbi könyve, hogy a zeneszerzők és a zenével aktívan foglalkozó, akár interpretátorok, akár a zenehallgatók, tehát mindegy, csak a zene közelében, intenzíven élő emberek, élettartama hosszabb. Mitől van? A alkotással, a kreativitással, a teremtéssel foglalkozók, legyen az festőművész, ha visszagondolunk a különböző művészettörténetekre, életrajzokra, akkor ezt megfigyelhetjük a barokk kormestereinél, a reneszánsz mestereinél, sokkal tovább éltek, akár kétszer annyi ideig, mint az akkori 35-40 éves kor volt igazán, vagy ha zenéről volt, akkor Johann Sebastian Bach is, és sokan másik, illetve hát voltak tragikus gyorsaságú, mint például Mozart, aki sokkal rövidebbet élt, mint élhetett volna, de ott más okok játszottak közre, nem a természetes megoldások. Ott erőszakosabb volt. Okok hát voltak. Igen, tehát arra nem tudunk kérdekezni, hogy attól ez nem fog rendbe jönni. A lényeg, hogy ha alkotunk, az alatt, és ez egy egyre erősebb ideám, az alatt nem öregszünk, amíg alkotunk. Alkotási lázban égve, az alatt az időnk, biológiai óránk nem ketyeg. Megy a falon az óra, de gyakorlatilag egy külön itt belső óránk van. És a belső ami óra megáll. Addig gyakorlatilag, sőt, vissza is hozható. Például az aurazenének van egy ilyen tulajdonsága, hogy fiatalít. Ez van egy ilyen állapot. Ha erre most a hölgyek biztos felkapják a fejüket, hogy ez egy új megoldás a fiatalodásra. Igen, csak nem így működik a dolog. Volt egy nagyon kövér nő nálam, 40 kilót fogyott az aurazenétől. Annélkül, hogy bármi más csinált volna, tehát nem kellett neki valamilyen diétát vagy egyébet csinálni, egyszerűen a hatására, pontosabban a zenébe kódolt információk hatására nem kívánt olyan ételeket fogyasztani, ami tovább rontotta volna a helyzetét, hanem meg tudta különböztetni az étvágyat a test igényeitől. Nagyon érdekes, amit mondasz, és mondjuk a hatása, az eredménye is nagyon érdekes, hogy pusztán. Ez hány kezelés után következett be? Nem csak nőként, hanem újságíró műsorvezetőként is kérdezem, hogy ha majd valaki azt mondja nekem, hogy mennyi az anyja, akkor legalább tudjam neki mondani, hogy ez mennyi ideig hatott, illetve mennyi idő alatt következett be? Mondjuk ez a 40 kilós fogyás, ez egy nagyon pregnáns példa. Három hónap, ki, de én egyetlen egyszer készítem el az Aura zenéjét. Megkapja, és ő azt hallgatta? Megkapja a CD-n, uh-huh. Az első alkalommal elkészül, az ideális auráját csinálom meg. Tehát nem azt, amivel most rendelkezik egy adott problémával, ez betegség is lehet, hanem gyakorlatilag a lehető legjobb állapotát, és hallgatja naponta kétszer, kétféle módon, reggel is, meg este is, és bevonzza. Azzal, hogy be tudja vonzani ezt az energiát. Egyébként nagyon érdekes, mert említettem, nem a zene tesz bármit is, az egy hordozó anyag. És itt érdemes lenne megemlítenem, hogy amíg a zene cél volt számomra, addig ugye voltam az úgynevezett komoly zenész. Szólista, hegedűs, karmester és a többi, zeneszerző, tanár. Egyszer csak átalakult, mondjuk folyamatosan alakult, ahogy beleöntünk tejet a kávéba, és az hogy keveredik? Hát most mikor mondjuk azt, hogy milyentől már két? Van egy folyamata a dolognak. Akkor, mint mindennek. Hát a hirtelen változások általában ugye hát drasztikusak, akkor, és azok az embert elég durván megüthetik, de ez egy folyamat volt, és ezért fontos ez, hogy így alakul ki folyamatosan, hogy a reggel és az esti hallgatás folyamatában az illető körülbelül 3-6 hónap alatt bevonza az egészséges auráját. Na most, hogyha az embernek egészséges az aurája, az mit jelent a testének? Egészséges a teste. Nincs egészséges, benne betegség. Pontosan így van. Tehát olyan betegségek, amire az orvosok általában azt mondják, hogy kérem, ez a betegséggel meg kell tanulni együtt élni, vagy esetleg rosszabb, akkor ez a módszer, ha végteszi ezt, és itt egy fontos dologot megint hadd említsek meg, ha valaki úgy gondolja, hogy ez egy olyan dolog, hogy na, megkaptam a zenémet, és ezzel semmit nem kell csinálnia, akkor nagyon nagy tévedés. 50%-át megkapja a dolognak, de legalább 50 plusz 1%-át az ő dolga, hogy tegye meg. Tehát naponta
kitartóan foglalkozik vele. Tehát ez nem olyan, mint a sürgalom, amit várunk nem. A kitátott szánkba. Tudjuk, az van, hogy a legtöbb ember úgy képzeli, hogy mint egy kapszulát, egy ilyen gyógyító kapszulát bevesz, és akkor onnantól kezdve semmi más nem kell csak csinálni, csak lenyelni, és minden megváltozik. Hát kérem szerintem szépen, ilyen nincs. Nem, de így gondolják. Én találkozom ezekkel az emberekkel, és csodálkoznak, hogy ha ők úgymond megszakítják ezt a aurazenehallgatást, hogy nem lehet újból kezdeni. De ez lehet, csak már nem lesz eredménye. Tudnék, valamit hoz még mást is. A jelent. A jelent, ami azt jelenti, hogy nem a múlton rágódunk és nem a jövőn aggodalmaskodunk, hanem azzal foglalkozunk, ami éppen most tisztán, folyamatában, alkotóilag megteremthető. Olyan is van, hogy babával csinálok ilyen zenét, hogy benn van a pasztakban. Ezt olvastam a honlapodon. Baba simogató. De miről ez... szól az? Na, arról szól, hogy eljönnek, még a pocakban van a baba, eljön az apuka is, tehát úgymond kettő is velen, vagy hárman, és kb. 3 hónapos kortól már, magzati kortól már hall a gyerek, és elkészítem a kb. 25 perces komplex, nem csak hegedűvel történik, komplex zenéjét. Rájuk hangolódva természetesen. És együtt van az egész, és ez 3 időszakban jó a gyermeknek. Még magzati korában, amint bent, úgy kint, képes lesz egy fantasztikus, bölcsőszerű állapotot megélni. Születés folyamatában. Ami egy nagyon nehéz a gyereknek nagyon, is, meg a mamának. Mert pontosan azt a zenét fogja hallani, hogyha mert vannak ilyen lehetőségek ma már, meg papás szülésnél, stb., hogy egy kis ilyen számítógépes méretű kis pici kis hangfalokat nyugodtan szólhat a közelbe, igen. Tehát csak tényleg csak ott háttérként, és a gyermek a bent és a kintnél egy azonosságot tapasztal meg, és utána a világra jötte után még kb. 7-10 éves koráig neki egy komoly támogató zene, hiszen visszaemlékezteti arra a korszakra, amikor boldog magzati korra. Mikorra használják a gyerekek, vagy a szülők ezt a gyerekkel, amikor például valami gond van, kicsit nyűgösebb, a gyerek nem tudja elaltatni, nem alakul ki náluk például a hiperaktivitás. Megnyugtatható, és a legjobb sikert most jelentették be, jön a második babája, egy olyan
családnak, akinek az elsőnél már volt baba simogató, és most kérték a másodikat is. Úgyhogy te baba simogató zeneszerző is vagy. Sok minden más mellett egyébként visszatérve a szülésre és arra, hogy ez mekkora trauma nem csak a szülőnőnek, hanem a gyermeknek is. A gyermeknek olyan trauma, ezt orvosok mondták, tehát nyilván le tudták mérni a trauma nagyságát, mint hogyha egy felnőtt embert a 10. emeletről kidobnak. Na most az a szerencsétlen ember nem éli túl. A gyerekek meg hála jó Istennek, persze, hogy túlélik a szülést, mondjuk a legszerencsésebb esetekben és zömében. Ez a babasimogató, ez tényleg rá akartam kérdezni, mert még soha nem hallottam. Bár ugye azt tudom, csak nem ebből az aspektusból, mint oly sokan tudjuk, hogy Kodály tanár úr azt mondta, hogy a gyerekek zenei nevelését már a mama pocakjában el kell kezdeni. És most ez erre nagyon rímel, csak te egy másik aspektusát, a megnyugtató voltát csinálod, és emeled ki ennek. Mi mindennel foglalkozol még, mert egyszerűen olyan gazdagságot láttam a honlapodon, és hát, amióta ismerlek, és megcsináltad azt a gyönyörű, a Kultúrmorzsáknak is az Aura zenéjét, szerintem ezt most hallgassuk meg, most ne menjünk tovább, mert mindig csak ígérgetem. Született valaha is kotta, mert improvizálsz. Így van. Tehát akkor nincs kotta. Többen is mondták, hogy miért nem írom le, ezek kész művek. Idegenek is mondtak, akik hallották. És miért nem? Mert már egy új jelenben vagyunk a következő mondattól. Tehát a következő percben már nem érvényes. Mondok egy példát. Van ez az 51 CD-m. Sokszor felkérnek, hogy játsszam valamelyik CD-nek az anyagát. Ezeknek van hegedű nélküli úgynevezett alapzene változata, úgynevezett ilyen munkaanyag, amit elviszek a koncertre, az változatlan, de azon a helyszínen, ami egy másik helyszín, az már improvizáció. Már nem azt fogom játszani, tehát valaki azt várja, hogy azt fogom játszani, ami a CD-n hegedű szólóban rajta van, akkor hát tévedni fog, mert mindig az akkori jelen jeleit, a kisugárzását a közönségnek, azt az időszakot, amikor azt éljük meg, ami a föld forgása szerinti kirezgéseket. Tehát annyi változó van, ha csak egyetlen egy dolog változik. Csak egyetlen egy. Már egy már egészen más zene. Hát például a Tündérkert CD legalább 150-szer játszottam. Azt éjszaka hallgattam. 150-szer játszottam már el a CD után, elkészült-e után. És akik ott szoktak lenni a programjaimon, azt mondják, hogy nem viszik el, mindig van egy újabb variáció. És van. Mindig van. Hát mint ahogyan a percek is egymás után következik. A levegőt se vesszük kétszer egyformán. Tehát azért ezek törvényszerűek, és én erre megmondom összesen, hogy egy kicsit büszke is vagyok, hogy merem ezt vállalni. Visszagondolva a rádiós, ugye nem rádiózenekaros, a rádiós szereplésem, akkor megírt kottákat kellett hajszálpontosan bemutatni. Az egy nagyon nagy nem volt kényszenvedés. Idegörlő dolog. Emlékszem azokra, az élőadás, azokra a nagyon kemény másodpercekre, már az ember a hangoló üvegkalitkában van, ahol hallani be, de ki hang nem megy, tehát hangolni lehet. 50-szer megbántam azt, hogy elvállaltam az egészet, most pedig úgy jövök el minden szereplésre, mert hát biztos vagyok benne, hogy az égiektől jön zene, jön hang, most is mondom, hogy hallok, csak rá kell kapcsolódnom, és egyelőre megvan az a szerencsém egészségileg, hogy oda tudnak menni az ujjaim, ahova szólítanak. Tehát mi képzeljük el, hogy egy villanással előbb hallom meg a zenét, mint ahogy a kezem oda engedem. Tehát én azt mondom, megengedem a fizikai testemnek, hogy a földről jövő szellemi információkat megvalósítsa. Ezzel szemben egy korábbi, mondtam, megírt zenél, ahol elvárások vannak. Mit vált ki az elvárás? Megfelelési kényszert. Ennek a gyötrési állapotában vannak például az iskolában szegény gyerekek, tisztelet annak az iskola típusnak vagy tanárnak. Kevés. Aki hát nagyon, mondom, benne voltam ebbe a rendszerbe, és hát nem véletlen 30 évi
zenetanítás után azt mondtam, hogy én még egyszer nem szeretnék már gyerekeket rá kényszeríteni arra, hogy kötelező versenyekre menjenek, előírt etüdőkkel, nincs két egyforma pillanat, nincs két egyforma gyermek, nincs két egyforma új lenyomat, semmi sincs kétszer, ahogy ez el is hangzott, egyformán. Éljük viszont meg a jelent. Mit jelent az a szó? Magyar nyelv egyébként kozmikus ősnyelv. Mit jelent a jelen? Hogy rajta vagyok a jelen. A jeleken, a jelrendszereken. Ez úgy hívják, hogy éberség. Mm-hmm. És nem azt a fajta meditáció szól a zenéimen, ami általában úgy szoktak, hogy na, akkor mellette lehet más is csinálni, hanem teljesen másról szól. Van egy következő dimenzió, amiben szétnyílik egy függöny, ami addig nem nyílt szét. Ez a szellemtudatossági szinten van. Aki az elmetudatossági szinten van, az a zenének hallhatja a fizikai paramétereit, a gondolatait, az érzelmi paramétereit, de ezek a zenék nem csak erről, így is hallható, de nem csak erről szól. Jön egy információ. Például valaki becsukja a szemét, és a zene, amit nekem küldenek, annak hatására elkezd képeket látni. Információ van benne. Vagy valaki szöveget hall, nem vagyunk egyformák, mindenkinek másképp vannak a csatornái. Van, akinek érzésekbe jön, de most az érzések nem az érzelmeket jelenti, megérzéseket értek alatta. Intuíciót. Rájön egy olyan dologra, amit addig, hát hogy is mondjam, állandóan keresett, de nem tudta megfogalmazni, nem jött le neki.
Nagyon sok mindent hoztál magaddal, dokumentumokat, zenes szerszámokat, és hát még mennyi minden maradt otthon. Viszont felkaptam a fejem ezekre a vaskos albumokra, amelyek kiállításokhoz kapcsolódnak. Magyarul egy-egy képzőművészeti kiállításon, ugye a művészettörténész elmondja magáét, a méltatást, te pedig adod, szolgáltatod a muzsikát, mégpedig nyilván a képi látvány erejének birtokában. Hát, mint említettem, amire figyelek, a zenébe kódolva érkezik. Tehát szokták mondani, hogy jöjjek előtte egy órával, nézem a képeket, és akkor majd játszok, akkor már ismertek, hogy improvizálok. És mondom, nem megyek korán, mert zsongani fog a fejem, amikor 50 képet megnéz az ember, akkor mindegyik elindul. Annak más zenéje van ennek, ez egy tájkép, ez egy portré, stb. És akkor vagy 50-féle zene. Nem, mondom, az olyan, mintha állandóan forgatnának. Tehát, hogyha nem tudok egyenesen megállni, úgy mondjam. Viszont nagyon érdekes, mert ugye beszél esetleg a művészettörténész, beszél a kiállítás megnyitó rendezvényszervező, beszél a polgármester esetleg egy kisebb falunál, stb. Ezt nem szeretem én, hogy ennyien beszélnek. És akkor 20 percen megy, és akkor már hallom, már indul így, és akkor, na most akkor én jövök, és egy teljesen más pillanat van, egy teljesen más folyamat. Úgyhogy azt se kérem, hogy címet adjanak neki, de azt viszont szoktam kérni, hogy valaki, bárki ott helyébe találja ki, hogy melyik kép legyen az. Mm-hmm. És nem pedig úgy, hogy előre már nagyon régóta tudom, ezért mondtam, hogy ilyen szituációban, ahol már régen tudom, mi van, az nem tesz jót, egyszerűen nem hát igazán jó. Hát az improvizálásnak semmiképpen hány kiállítás van? Hát 1000 körül van az összes, amit megéltem. Részben Budapesten, részben Dunakeszi és környéke, Göd és Veszprém. Vendéget kértem, hogy hozz magaddal, és te meg is tetted, mi pedig egy nagyon kedves segítődet, Kingát. Úgyhogy most, amíg meghallgatunk egy zenét tőled, addig megkérjük, hogy Kinga jöjjön be a képbe. Thank you.
Ahogy az imént ígértem, hívtál egy kedves vendéget, mert én rád bízom a választást. Kérlek, mutasd be Kingát. Podor Kinga, Mária, régóta a klub tagja. Nálunk minden szerdán van egy olyan klub, ahol az eddig tanultak, az eddig, hogy mondjam, különböző tanfolyamaimon végzettek, és eredményes kezeléseken részt vettek, szívesen járnak vissza, hogy fenntartsák azt az állapotukat, amit már megszereztek. Szóval nem elég megszerezni egy jó állapotot, azt érdemes fenn is tartani, és ez sokszor nehezebb is. Van egy olyan nem titkolt szándék is, hogy segítőként, mondhatnunk úgy is, hogy rendezvényszervezőként is szeretne a jövőben segíteni, éppen most tanulja ezt a szakmát. Milyen az az állapot, amiről Enrico beszélt, hogy elérted azt az állapotot, amit megőrizni szándékozol ezeken az Enrico klubokon? Én Enricót az Aura zene kapcsán ismertem meg 2012-ben. Én körülbelül 3-4 hónapig intenzíven hallgattam ezt a zenét, ez egy ilyen program. Engem kisimított, átsegített nagyon nehéz lélektani helyzeteken, magánügyi és munkahelyi problémákon. A probléma nem megoldódott, hanem én néztem rá más szemmel, más szemszögből. Tehát másképp tudom kezelni a problémákat, ami ez nagyon nagy változás. Pontosan ezt akartam mondani, hogy vannak olyan objektív nehézségek, amik ellen az ember tehetetlen. Így van. És akkor valahogy máshogy kell hozzá. Akkor jön az, hogy más szemszögből nézek rá a dologra, és felülemelkedek. Nehéz volt ezt megtanulni? Magától jött. Én hallgattam az Aura zenémet, nekem az egy öröm volt. Ezt ugye minden reggel és minden este hallgatjuk. Én este alig vártam, hogy hazamehessek és hallgathassam. Ez egy egyre hosszabb program, de amikor 50 perc volt esténként, ez akkor is ez a legkedvesebb foglalatosságom volt aznap. Milyen ezeknek a kluboknak a hangulata? Mert hogy hiszen minden héten találkoztok, gondolom igyekeztek azt az estét szabaddá tenni. Igen, a szerdai nap az a klubnap, és azon minden klubtag igyekszik ott lenni. Mindenki, hát aki teheti, az hoz egy kis saját készítésű egészséges nasit, készülünk valamivel, várjuk azt a klubot, jó hangulatban telik mindig. Akár Enrico tart előadást, akár meghívott vendég van, akár valamelyik tagunk mond a saját területéről valamilyen témában néhány hasznos információt, mindegyiket várjuk, mint ahogy a zenéket is, amelyik minden klubon szintén ott van, azzal kezdünk, egy összehangoló zenével, ami összeráz mindenkit odaérkezés után. Varázslatos hangulata van a klubnak. Jó kedv van, mégis komoly, egy derült állapot, egy derűs állapot. Mit gondolsz, Kinga, hogyha sokkal korábban megismerkedsz Enricoval és az ő módszereivel, az ő zenéjével, akkor mennyivel lett volna könnyebb az életed az elmúlt évtizedekben? Mondjuk ezt nem lehet mérlegen, patika igen, mérlegen kimérni, de úgy mégis. Valószínűleg másképpen alakulhatott volna az életem, de azt gondolom, hogy akkor volt itt az ideje, hogy én őt megismerjem. Tehát ő akkor lépett be az életembe, amikor annak pont ott volt a helye. Én akkor olyan lelki állapotban voltam, egészségi állapotban, hogy teljesen nyitott voltam erre. Mert egy olyan állapotban, amikor minden sinem van, és minden jól megy, legalábbis látszólag, akkor sok ember nem nyit ki erre a lehetőségre. Én pedig pont akkor nyitottam. Kinga arról beszél, amit szeretném, hogyha megerősítené, hogy ezek szerint én vallom a saját tapasztalatomból, a saját életem tapasztalataiból, hogy mindennek eljön az ideje, és azt az időt nem lehet sürgetni. Nem lehet hátrébb tolni, nem lehet előrehozni annak a bizonyos dolognak akkor. És ott van az ideje, ahol bekövetkezik. Hát egyetlen mondat illik ide, hogy akkor értünk meg valamit, ha megértünk rá. Azt hiszem, méltó befejezése ennek a beszélgetésnek nem is lehetne. Köszönöm, Enrico, köszönöm, Kinga, hogy köszönjük, eljöttél, és egy nagyon-nagyon szép produkcióval zárjuk ezt a mai beszélgetést, amely lehetne akár 5 kultúrmorzsányi idejű is, mert annyi mindenről nem beszéltünk, de legyen ez a mondat a vége, amit szeretném, hogyha nyomatékosításként még egyszer megismételni, Enrico. Csak azért fontos ezt még egyszer elmondani, mert a magyar nyelvnek már említettem a spirituális ősi mi voltát, hogy az a megigekötő,
valamikor az ős magyarban a mag volt. A mag volt. Tehát amikor mi magunk megértünk valamit, akkor értünk mag valamit, ha a magunk eléggé érett rá. Érthető? Tehát még egyszer akkor rendesen új magyarul, akkor értünk meg valamit, ha megértünk rá. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. A Kultúrmozsák című produkciónk a Médiatanács támogatásával készült.